Sziasztok! Ez nem egy mezőmert videóm lesz, hanem egy mesét fogok felolvasni, és kérlek, nézzétek meg végig, mert bemondok valamit, és ez biztos tetszeni fog nektek. Lehet most vasárnap van, és mindig szombaton akarom megcsinálni, de hát azért nem csináltam meg, mert eddig szomorú voltam, mert meghalt a kiskutyám. A mezőmert videómban a kompika, amiket mutattam. Még már öreg is volt, és most el akartam kezdeni, csak kiesett a fogam itten, úgyhogy most csinálom. Úgyhogy most egy mesét fogok felolvasni, és most mondom be, amit be akartam. Hát én nagyon szépen tudok meséket kitalálni. Más! Nagyon szépen tudok meséket kitalálni, és én írni szoktam meséket, és a videók alá írjátok nekem egy címet, amit ti egy mese címet írjátok, amit kitaláltatok, és én alkotok nektek abból egy szép mesét, és hogyha tetszett a mesétek, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok is fel. Jó? Akkor kezdjük is. Most hát akkor eddig két mesét írtam le. A mese a házikóról, mert Tom Jerry, szerintem a Tom és Jerry jobban fogjátok szeretni, úgyhogy én a Tom és Jerry-t fogom mostan felolvasni. Most hát akkor itt is jövök, hiszem, hogy nyomban a helyem, csak annyi kutya ugat a szomszédban, meg itt is a többi kutya, úgyhogy hopp, ugyek ide fel a gurigára, és akkor el is kezdeném. Tom és Jerry, az űrben. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisegér. Más! És a kis testvére. Gondolkoztak, hová mehetnének nyaralni. És egyszer megszólalt a legkisebbik egérke. Menjünk el a sajtbolygóra. És azt mondta Jerry. De nincs űrhajónk. De erre azt mondta a legkisebbik egérke. Hát akkor építsünk, mondta. Erre azt felelte Jerry, jó, építsünk. Három kerek napba telt, de készen lett. De nem csak ők akartak a sajtbolygóra menni, hanem egy macska is, akit úgy hívtak, hogy Tom. Ő is épített egy űrhajót, ő is három napig csinálta. És egyszerre indultak el. Ugyanazon a napon. És amiközben ment Tom, szétesett az űrhajója. És meglátták Jerryt. Segítettek rajta, felvitték Tomot az ők űrhajójára. Na, bocsánat. És bemutatkoztak egymásnak. És így hárman mentek a sajtbolygóra. Jól vacsoráztak, és három napot maradtak ott. És boldog volt a nyaralások. Csit, én egy kukucskálok, mi zajunk. Itt a vége, fuss el vége. És azóta is jó barátok, mind hárman. Hát én rajzoltam is egy rajzot. Én ezt a mesét néztem pont akkor, és akkor gondoltam átalakítani, és akkor mondta a tesóm, hogy ez hasonlít, amikor Tomával a macska lánya van, meg a kutya is benne van, de ebben nincsen benne egy is, és ilyen a rajz. Remélem, hogy látszik. Biztos látszik. Az, amikor a macska egy űrlény, én azt a részét néztem. Pontban akkor. Na hát akkor ne felejtsétek el írni a videók alá mesecímeket, tanáljatok ki egy szépen, és én abból alkotok nektek egy szép mesét, és hogyha tetszett a mesétek, akkor iratkozzatok föl, és lájkoljátok. Még kommenteljetek is mellé, és minden szombatra, vagy vasárnapra kényszer lesz a mesétek. Sziasztok!